Az erdős részt és a helyi vasútállomás épületét is egyelőre elhagyták, valamint a központi buszállomáson sem voltak várakozó migránsok Magyar Kanizsán. Ennek ellenére a biztonsági ember figyelte az érkező iskolás diákokat. Forgatásunkkor a nagypark is üres és rendezett volt. Hézső István is ott sétált éppen. Az elmúlt napokban azt tapasztalja, kevesebb a migráns, mint korábban. Voltak itt a múlt héten, aludtak is itt a Népkert, a Vigadónál, de így rádión keresztül és tévén keresztül hallottuk, hogy fölöttek számolva, fölöttek hívva, hogy Kikindáraja menjenek, ott van, ahol el tudják őket szállásolni. De ahogy én hallottam, nem mentek arra, hanem Magyarország felé is, mindnek az volt a kívánsága, hogy nyugatra, Németország, stb. Lackó Róbert, a Magyar Kanizsai Válságstáb vezetője elmondta, jelenleg 100-150 migráns lehet összesen Magyar Kanizsán, Horgoson és Martonoson. Ennek oka hiszem az, hogy a magyar oldal megerősítette a folyami, hogy is mondjam, őrjáratot. Horgoson pedig hát a szokásos, tehát a Bácska birtokon még az a megszokott létszám jelentkezik jelen pillanatban. Tudomásom szerint viszont Zomborba és Szabadkán megszaporodott a létszám. Hiszem az, hogy ezért vagyunk, mint most ilyen kisebb létszámmal jelen. Martonoson az illetékesek szerint kiürültek a Tisza mentén lévő ideiglenes táborok. Éjszaka egy 6-7 fős csoport vonult át csupán a falun. Most az a helyzet, hogy 3 napja abszolút, az este láttam egy 6-tagú, 7-tagú csapatot jött egy busszal, de reggel azok mindig megjelentek itt, mert mivel hogy itt a Martonos területén a magyar fél úgy lezárta a határt, hogy nem lehet átmenni. Az minden reggel, de ma reggel nem láttam a falu központjába a buszra, tehát szerintem gyalogosan elmentek Horgos felé. Most per pillanat migránsunk itt Martonoson, tudtommal kijelenteni, ma még nem láttunk. Az illetékesek hozzátették, korai lenne még örülni, hiszen akár 1 óra alatt változhat a helyzet a község bármely településén, de próbálnak megfelelő biztonságot nyújtani a helyi lakosoknak.